Jókedvűen cicáznak a szerdai edzés elején a nyíregyházi játékosok, akiknek dupla okuk is van az örömre. Egyrészt a csapat a legutóbbi fordulóban idegenben szerzett 3 pontot, másrészt pedig kedden a fővárosi törvényszék első fokon a Sparinak adott igazat az MLS ellen indított perben. A szövetség az elmúlt évben a klublicensz eljárás során kizárta a csapatot az NB1-ből, amely így csak a harmadosztályban indulhatott el. A bíróság most hatályon kívül helyezte az MLS döntését. Mátyus János vezetőedzőt nem lepte meg az elsőfokú határozat. Nem volt bennem kétség. Itt vagyok most már lassan másfél éve. Olyan tulajdonos van, akinek a személye garancia arra, hogy mindig minden rendben lesz. Ez így is volt a korábbiakban is. A döntés számomra abszolút egyértelmű volt, hogy mi lesz. De még a Spali még csak egy gólt szerzett, a mérkőzés még hosszabb ideig tart, 90 percig. Én ezzel nem foglalkoznék, én nekem egy dolgom van, hogy a csapatom hétvégén nyerjem. A csapat a legutóbbi fordulóban nyert is, a nyíregyháziak Harsányi és Abdurrahman góljaival 2-0-ra győztek Putnokon. Éreztük azt, hogy már a meccs előtt is, hogy nem lesz könnyű. Ezt az első fél időben is bebizonyította a putnoki csapat, hogy az egyik legszervezettebb csapat az NB3-ban, védekezésben legalábbis. Jól játszottunk, én azt gondolom az első fél időben. A másik fél idő már gyengébb volt, de úgy tudtuk eldönteni a mérkőzést, hogy mind a két fél idő hajrájában gólt tudtunk szerezni, ez döntő volt. A szakvezető szerint csapata az elmúlt időszakban visszatalált az általa elképzelt útra. Nagyszerű heteket élünk mostanában meg, volt pár nehezebb mérkőzésünk, különböző okok véget nem tudtunk úgy szerepelni, ahogy szerettem volna, de mostanában már minden helyre állt. Itthon játszunk a következő mérkőzésen a Tája ellen. Hogyha van kötelező győzelem, akkor ez az, de nem csak hogy szeretnénk nyerni, hanem szép játékkal és sok góllal szeretnénk nyerni. A legfontosabb nyilván a 3 pont, de szeretnénk jó és látványos játékkal kiszolgálni az önségünket. Az NB3 keleti csoportjának tabelláját a Nyíregyháza Spartacus vezeti 61 ponttal, megelőzve az 58 pontos Ceglédet. A következő ellenfél, a Tája KSR 15 ponttal a 16. helyen várja szombat délután 17:30-kor kezdődő találkozót.